András, azt elárulod nekem, hogy te miért álnéven írsz verseket? Én szét akartam választani azt a valakit, aki műkedvelő, amatőr módon mindenfélét írogat, és azt a másik embert, aki egy immunológus, genetikus, vannak akadémiai vonatkozásai. De az nem ugyanaz az ember? Nem, nem. Nem? Az tulajdonképpen tesó. Uh-huh. Írtam is az első kötetben, amit még Juhász Feri válogatott össze, aki nekem atyai jó barátom volt. Ha ő nem biztat az életben, nem vetemettem volna arra, hogy én valamit leírjak, és az ráadásul megmutassam. És mit mondott Juhász Ferenc? Elfogult volt. Valamilyen szinten engem a fiának tekintett. Nagyon jóba volt, jóba lettünk, a felesége, orvos kolléga volt az Orfiban még, aztán a hematológián. De azt nem feltételezett, hogy esetleg nem tartotta volna jónak a verseidet, akkor azt nem mondja meg. Nem. Hát ha elmondhatnám, hogy az első alkalommal hányszor írta oda a versek mellé azt, hogy BS, ami a bullshitnek a hevenyészet magyar. Tehát, hogy közhelyes. Igense. Nem, rossz. Áthozta. Aha. Azt mondod, hogy testvérek, ez a két András. Jó testvérek, vagy azért úgy rivalizálnak? Bocsánat, nem András, a másik az Artúr. Igen, így nevezted el, így igen, van. Hangai B. Artúr. A hanga az Apolliner versből jött, amit én imádok. Mi a B? A B a bagoly. Én egy bagoly alkat vagyok. Az mit jelent? Hogy nagyon sokáig tudtam, most már öreg vagyok ehhez, rengeteget éjszaka dolgozni. Artúr pedig a nagypapám volt, egy tündéri öreg bácsi, az apai nagypapám, aki 10 éves volt, amikor meghalt. Egy hatalmas székben ült, ami most szék nekünk megvan, és olyan csendben, szeliden mesélt. Én egy átkozott úrosz gyerek voltam. Unoka testvéremet rendszeresen megvertem. Baromira szégyellem magam, de tényleg a agresszivitás minden formáját utálom. És ez mi miatt lehetett? Taszít. Hogy te akkor ilyen... Megmutatni, hogy mit tudom én, egy hipermaszkulinizmus vagy egy... Ez fakadhatott abból, hogy kiskorodban dadogtál? Igen. Nem csak kiskoromban dadogok, most is dadogok, csak nem jön ki, hanem itt belül dadogok. Persze, az egy nagyon, nagyon rossz. Az olyan, mint ha valaki nyomorék lenne. Csúfoltak is? Nem, tulajdonképpen nagyon toleráns voltak. A környezetem, szüleim, nagyszüleim, iskolatársaim néha biztos volt, és akkor én hát elég agresszívvá váltam. A saját nevemet, érdekes, ezt a pszichológusok nem tudom, hogy magyarázzák-e, nem szeretem. Nem szeretem. De miért? Ez egy önreflektív dolog. Ez egy olyan dolog, hogy én vagyok én, de van az, akit a világ lát bennem. Ez lehet, hogy egy narcisztikus. Ez nem az önszeretet megjegy. Hiánya, Gabi? De, nem hát tudom. Azt még nem is hallottam, hogy mert ízlelgetem a nevét, és még csak rossz, hogy hangtanilag se rossz. Szóval, tehát, hogy nem, hogy mit lehet rajta igen, nem szeretni, igen. Akkor inkább ez a kérdés. Az Andráson? Hát, vagy a vezetők András nevén. Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy az uradalmi kocsis az volt az András. Ilyen mély A-val. És akkor elgondoltam, hogy egyébként Géza is vagyok, és nem ezek miért a... Miért vers? Miért pont verset ír? Nem tudom. Kis srác korom óta írtam, tehát egészen ilyen, még édesanyám nál találtam cetliket, ahol Andriska aranyköpései voltak, amiben versikék is voltak, ilyen semmi.
Nem tudom, egyszer csak jött, de tényleg jött, hogy most le kell valamit írnom. Nem jók ezek a versek, nem, megjelent három kötet, de hát... Nem. Teljesen elutasítja a nevét, a tudományt, a verses köteteket. Tudom, csak Istenem. Azt elengedte, hogy abban tökélet. Nem, a verseket, én ezeket szeretem, csak nem líra. Nem költészet. Akkor máshogy kérdezem, András, ha mondjuk lehetőséged lenne választani két díj közül, mondjuk az egyik egy irodalmi Nobel-díj, mint költőként kapnál, és mondjuk a tudományért egy Nobel-díj, akkor melyiket választanád? Középen nincsen. Nincs, csak egyet adnak. Tudományt. Tudományt? Tudományt. Én nem tartom azt, amit én írok költészetnek. Mondták a verseny, Kubik Anna valamiért megszerette a verseimet. Egyszer együtt léptünk föl. És azt adottam. Nem tudod elképzelni, hogy esetleg azért mert jók? De nem nagyon jók, érted? Szóval óriási különbség van a jó és a nagyon jó között. Szóval ez a művészet iránt én zongoráztam is elég sokáig, baromi tehetségtelenül. Ugyanakkor a zeneóvodában ott klimpíroztunk, a Fischer Anni állítólag egyszer meghallgatott minket, állítólag, és azt mondta az anyámnak, aki ott izgult, hogy az Andiska egy nagyon helyes kisfiú. Szóval ez volt körülbelül a művészi vélemény. Semmint, hogy azt mondta volna, hogy hát ez egy irgalmatlan tehetséges. Nem. Erre gondoltam. De nem igaz. Hát, szóval nem, művészetet nem lehet közé, nincs benne átlag. A tudományban van? Hajjaj. Ott vannak szakik. Tehát akik megtanulják a módszereknek a professzionalizmusát, a gondolkodásnak a modelljeit, és érnek el eredményeket. Ki a tudós? Én állítom megint, hogy az, aki valamiről, vagy idézzek Szent Györgyit, nézi, amit mindenki más is néz, de azt látja benne, amit más nem lát. Uh-huh, uh-huh. Ez egy zseniális mondat. Aki úgy tud valamiről beszélni, és bennem az átadás is benne van. Tehát én úgy gondolom, hogy a tudománycsinálás, meg az oktatás, azok elválaszolatlan dolgok. Tehát először is szenvedélyes. Tehát én tényleg azt hiszem, szeretek előadni, és mindig azokat a tanáraimat szerettem, akik csillogott a szeme, aki ragyogott, azt mondja, gyerekek, hát ez baromi jó, ez gyönyörű. Ha már itt összenéztünk kétszer Gabival a tekintetben, hogy nem vagy az a, hogy mondjam, túlságosan saját magadat dicsérő típus, az jutott eszembe, hogyha jók az információim, a te anyukád se volt az a típus, aki folyamatosan dicsérgetett volna, hanem inkább kis hitűségre próbált téged sarkalni. Ez nagy hiba volt egyébként. Hiba volt? Lehet, hogy a szorgalmamat nagyon erősen, tehát én nagyon szorgalmassá tett, hogy bebizonyítsak dolgokat, tehát ez a bizonyítási kényszer, ez nyilván bennem volt, de a kényszer szót rögtön hozzá is kell tenni. Tehát nem tudom, hogy mi a jó. Én nagyon dicsérő anya vagyok például. És mégis bátortalanok a gyerekeim. És te mégis bátor lettél docára annak, hogy ő kis hitűségre próbált sarkalni. Egyre bátrabb. Egyre bátrabb. Tehát a döntéseidben egyre inkább a bátorság, ami jelenvalót sem, mint az óvatosság. Igen, mert egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy azt lássam, ahol tartok. Amikor az ember fiatal, akkor csak egy óriási nagy vágyálom van előtte, és attól nagyon nagy távolságra helyezi el magát. Ott nem mindegy, hogy hova helyezed el magad. Tehát az egészséges önkép mindennek a titka? Igen, szerintem igen. Tehát engem most nem lehet megvezetni magammal kapcsolatban. Minden mással biztos meg lehet, de magammal kapcsolatban nem biztos, hogy meg lehet régen vezetni. Régen meg lehetett vezetni. Tudsz is mondani erre nézést? Hát színművészeti főiskolára felvételiztem, és saját magamat is megvezettem. 2 évet jártam a major osztályba, és fel kellett, hogy ismerjem, hogy én nem leszek ebbe az osztályban a legjobb. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a legjobb. Tehát vagy a legjobb harmadik lettél volna, akkor mi történik? Akkor se lett volna jó. De a harmadik se lettem volna. Tehát abban az osztályban mi nem voltunk egy jó osztály, ezt hozzá kell tennem, és azért elnézést is kérek az évfolyamomtól is. Színvonalába tekintve? Igen.
Azt igen? hiszem, hogy a végeredmény tekintetében sok kiugró tehetséget, vagy sikert elért színészről most nem tudok beszámolni. Uh-huh. És tényleg nem tudom, hogy mi okozta ez, de nagyjából ott lennék én is, ahol ők, és azzal én nem lennék megelégedve. Akkor sem, hogyha tudnád azt közölni, amit egyébként szeretnél, hisz lévén ez volt? Akkor sem, mert nem tudtam azt közölni, amit szerettem volna. Mert nem tudok, hát nem tudok másnak a bőrébe belebújni. Ezt a felismerést, ezt nekem meg kellett tennem, és ahhoz nagyon fiatal voltam, mert 20 évesen ez nagyon nehéz arra rájönni, hogy valami az aszinkron van a testem és a fejem között. Az borzasztó érzés volt. Azért az érdekes dolog, hogy azt mondod, hogy a személyem, ha jól értelmezem, a személyem és a gátlás az ott volt bennem. Nagyon erősen, igen. A tévében akkor mégis hogy működik mindez? Mert valahol rokon szakma ez, még igen, ha picit más is, de azért kell hozzá nagyon sok hasonló affinitás. Hát sokkal könnyebb televíziós műsorvezetőnek lenni, akkor, ha te a színészi képességet technikailag megtanultad. Az borzasztó nagy könnyebbség, hogy mondasz nekem. Egy példát, hogy te műsorvezetőként... Négy felé tudok figyelni. Aha. Tehát tudnám a hasamba karni és a fejemet cirogatni úgy, hogy verset mondok. Tehát ez nekünk alapkérdés volt, mondjuk az, hogy ilyen gyakorlatokat a majornál el kellett végezni. Ugye azt mondtad, hogy te mindent a férfiak tanultál. Igen, tulajdonképpen igen. Nem volt női előképed, vagy a férfiak voltak akkor annyira erőteljesen jelen? Hát semmilyen női előképem nem volt. Az anyukám egy nagyon erős személyiség, tehát ő volt, de ő nem a klasszikus női szerepeket vállalta, ugye egyedül nevelt, nagyon sokat utazott a világba, tulajdonképpen egy hallatlan, szabad gondolkodású ember volt, és én ennek nagyon sokat köszönhetek. De a mi szakmánkban nem voltak női elődök. Ugye akik voltak a szakmában, akik remek újságírók, Szegvári Kati, vagy a Balogh Mária, vagy, és még sorolhatnék néhány nevet, azért őket erősen, hogy mondjam, a korszelleme is erősen befolyásolta, meg maga a műfaj is, tehát ők nem tudtak műfajokban nagyon kalandozni, tehát igazából inkább riporterek voltak, akkor inkább így mondom, a szó legklasszikusabb értelmében. Mint sem, hogy képernyő személyiség. Mint, hogy képernyő személyiség. Akkor mondasz nekem mondjuk három férfit, és hozzábigyeztesz nekem egy-egy olyan affinitást, mesterfogást, erősséget, amit tőle lestél el. Persze, hát nekem meg volt az a szerencsém, hogy vihettem a pohárvizet a Rózsa Gyurinak, mint egyetemista, nézhettem a vágót, amint uralkodott sokáig egy bizonyos műfajon, szó szerint, tehát nem pejoratív értelemben mondom, hanem valóban, mint meghatározó személyiség. És hát voltam riportere Friderikus Sándornak. Tehát én azért láttam a különféle verziókat, most csak és Vitrai Tamás tanított. Tehát, hogy azért volt mindenkiből egy, de azt kérdezted, hogy mindenkiből egyet. Az, ahogy a Vitrai tudott kérdezni, vagy felvenni a fonalat a maga csendességével és elképesztő raffinériájával, de mégis kihozni valakiből az embert, az például egy nagyon nagy képesség volt. Az, ahogy a vágó a saját tudásával mégis tudott információt terjeszteni, de úgy, hogy igazából szórakoztatott már, az is például egy nagyon érdekes dolog volt, tehát ő inkább a tudást reklámozta. Ott volt nekem a Friderikus, akinél azért a show műfajt meg lehetett tanulni. Nem feltétlenül mondom, hogy mindenben egyet értettem vele, de ő mindent kikísérletezett, amit nekünk már nem kellett, és el lehetett tőle határolódni jó pontokon. Tudsz mondani egy példát, hogy hol volt érdemes? Nekem mindig nagyon harsány volt a Sándor, és nagyon sokszor, kevéssé figyelt oda a riportalanyára, de mégis mindig meg tudta fogni a legpontosabb és legjobban megmutatható, a sót. Tehát ő mindig tudta, hogy hol fog robbanni a petárda. Tehát a hatásmechanizmus a kiszámítása tekintetében igen. volt nagyon jó. Tudta, hogy kiből mit fog kihozni, és azt kihozta. Azt mondtad, hogy nem volt semmilyen női előképed, ekkora merítésből tudtál tanulni. Egy nem túl, fair kérdés, de hát azért szerintem meg fogod válaszolni. Ismersz magadnál jobb női műsorvezetőt Magyarországon? Hát ez annyira pofátlan kérdés, ember, hogy ez nem igaz. Mondtam, hogy nem lesz fair. Bizonyos szempontból ismerek. Kicsoda ő? Bizonyos szempontból ismerek, aki jobban
rámenősebben, hatékonyabban kérdez, mint én például, ilyet ismerek. A politikai vonalon dolgozott ő, vagy többen is voltak, akik politikai vonalon dolgoztak. Én mondhatok nemet? Nevet? Kálmán Olgára gondolsz? Kálmán Olga nagyon jó volt, igen, ez így van, ez így van. Nem mindig ért, tehát azért vagyok ebben ezért bajban, mert ez egy állapot, amikor az ember jó, ez nem mindig, ez nem egy tartós állapot, uh-huh. hogy értsd. Tehát tudsz jó lenni, akkor inkább úgy mondom. Nagyon sok minden múlik azon, hogy jókor hagyod-e abba, és akkor itt most megválaszoltam, amit kérdeztél. Én nem akkor hagytam volna abba. Te korábban hagytam. Korábban abba hagytam volna. Nem biztos, hogy ha valaki nagyon sokáig ilyen egy műfajt csinál, én azt gondolom, hogy ez ma már nem megengedhető a mi szakmánkban. Furcsa lesz, amit mondok. Én inkább úgy mondom, hogy aki olyan komplexül dolgozott, mint én, olyat nem ismerek, nem vagyok megelégedve azzal, amit csinálok. Ha ezt kérdezett, tudnám jobban, szebben, hatékonyabban, színesebben, szagosabban, de nem biztos, hogy ezt én már meg fogom tudni valósítani. Én ebből már kifelé megyek. Kifelé mész? Hát én mindenképpen kifelé megyek. Nem csak a női, tehát ma Magyarországon nőként képernyőn lenni, az egy nem létező, tehát én véletlenül vagyok még itt felejtve, tehát ez nincs, ez a foglalkozás. Ez az ember így ki tudja ezt mondani? Ki? Én nagyon szomorúan mondom ezt ki. Ki? Igen, ez nincs, ez a foglalkozás. És nem látom azt a tendenciát, hogy ezt benne akarnák tartani. Az elengedésről, ha már beszéltünk Gabival, neked el kellett engedni azt, hogy neked a családodban a holokauszt következtében egy olyan trauma képződött, ami nagyon sok család esetén szinte kiírthatatlan, vagy kibeszélhetetlen. Te távol tartottad ezt gyerekkorodban, távol kellett tartani, mert tudomásom szerint nagyon sok családtagod, és a szüleid is megszenvedték mindezt. No, nagyon jó fej szüleim voltak, állati jó fej. Nyitott, toleráns, nem a saját, nem csak, vagy főleg nem a saját veszteségeiket nézték, hanem általános emberi tényezőket, majdnem, hogy megértőek voltak sok irányban. Voltak. Lehet megértőnek lenni, bocsánat? Nem a tettről van szó, hanem a tett és a áldozat vagy a szenvedő félnek a viszonyáról. A nagymamám mindig azt mondta, hogy nem a németekre haragszunk, apám is mindig Goethe, Schiller, Lukács Kálár, mindig mondta Weimarban is, ahol ott van a Goethe meg a Schiller ház. Nem tudom, nem volt sokszor szó erről. Egyszer láttam a apám íróasztalának a göncei között a sárga csillagot, azt apám eltette. Aztán nem láttam soha többet. És nem is kérdezted? Nem. Én egy buta kis egyke voltam, aki mentem, és utáltam iskolába járni a dadogás miatt is, meg én nem voltam egy ilyen magamnak való gyerek. Voltam, kérdezgettem, meg hallottam. Érdekes, hogy anyám úgy menekült meg, ő nem volt koncentrációs táborban, hogy apám pásztorról utolsó nap hozta föl őket, mielőtt a vidékről elvitték a zsidókat. Édesanyámnak Wallenberg útlevele volt, ami megmentette őt, óbudai téglagyár, stb. Egyszer majdnem ott végezte, ahol most a cipők vannak a Dunaparton. De gyakorlatilag anyám 22 éves volt, mikor engem szült, egy gyönyörű nő volt, anyám elfogult vagyok, majd megmutatom utólag a anyám fényképét. És fiatal volt, apám megmentette az életét. Így találkoztam nem, egyébként? Nem, hát apám járt leudvarolni pásztorra, és
ennél sokkal inkább hatott rám, mert ennek most inkább az érzelmi elemeit kérdezted. Milyen érdekes, mire emlékszik egy gyerek? Arra emlékszik, hogy az ő szeretett apja, anyja megrendül, az a erő, az a biztonság. Emlékszem, egyszer elvesztem az állatkertben, és sok ronda, büdös, szőrös felnőtt körül utáltam, és akkor egyszer csak megtaláltam apámnak a kezét, ezt soha nem felejtem el. Meg most is rengeteget álmodom velük, és velem van. Szóval az és jobban hatott rám. Mit csinálnak? Hát például táncolnak. Írtam is egy ilyen kis valamit, ez nem vers, próza, hogy elképzelem, amint táncoltak, apám kucsmába van, soha nem volt kucsmája, zárója. Anyám lenge, és egy nagyon szép nő, és a haja az repül, soha nem táncoltak. De nekem rosszabb álmaim is voltak évekig egy pincéről, ahol sötét van, és fázom, és egyedül vagyok, és éhes, és félek, szóval voltak ilyen álmaim, meg érdekes módon maszkokról álmodok, meg nagyon izgattak a bohócok, mindig van egy ilyen fényképgyűjteményem a bohócokról. A feleségem mindig azt mondja, hogy én egy művész lélek vagyok, de én ezt nem bánom. Zenében teljesen el tudok szállni. Milyen érdekes, hogy egy tudós, igen, egy jeles tudós művész lélek. Én nem is nagyon hallottam még. De mert nem ismeresz sok tudóst. Igen. Szóval vannak ugye József Attilával az értelemig és tovább. Szóval ebben minden benne van, ebben az értelemig és tovább. Hát a zene az egy csoda. Most például múlt héten volt a, nem tudom, ez termék megjelenítést jelent, hogy a fesztivál zenekar az első koncertjét tartott a pandémia óta a Selmeci utcában, ahol az ő próba termük van, civilben. Van egy hölgy, egyébként Bodó Antónia, aki a második hegedű szólamban játszik, és állandóan belemosolyog a zenébe, és én néztem évek óta, és ez fantasztikus jó. Szóval engem, tudom én, játszottak egy Schumann zongora ötöst, aminek a második tétele a legszebb gyászzenék egyike, amit életemben hallottam, vagy Schubertnek, vagy persze Mozart, stb. Ezek az emberek ott ül, és velem örültek. És én ettől nagyon jó nekem, minden jó nekem. Az a fura, hogy megkérdezted, hogy a tudomány és a művészet, hogy nem láttál, vagy viszonylag kevés ilyen embert. Szerintem azt hiszem, hogy ez az elmélyülés képessége az, amit a tudomány hozhat. Tehát az, hogy ha egy ember tud ilyen szinten elmélyülni, és ez innentől kezdve teljesen mindegy, hogy milyen művészeti ág, akkor annak a lényegét magáévá tudja tenni. Tehát alapvetően a művészettel az a probléma, hogy azt az elmélyülés képességét nem, ha ez nem fejlődik ki valakiben, én úgy gondolom, vagy nem, ennek ez a fajta érzék nem, ezt nem kapja valaki már egészen fiatal korától, mindegy, hogy ezt minek hívják, milyen művészeti ágnak, ez a képesség nem feltétlenül fog kialakulni már. De hogy ez tudományból jön, vagy nem, nem a tudományból. Nem, de mégis azt gondolom, hogy az, hogy valaki tudjon így koncentrálni valamire, az egy nagyon fontos képesség. Persze, az biztos. Tehát az... Hát, hogy ennyire már megindultan beszélni valamiről. Tehát én már azt vártam, hogy egy könycsepp megjelenik a szemedbe. Olyan szépen beszéltél Schubertről és arról a koncertélményről. Igen, kötőhártya gyulladásra lehet szólni. De nem. De ez tényleg az ember elrepül vele, és hát most például a pandémia alatt különböző határozataink voltak, egy időben a gyerekeink, unokáink vásároltak nekünk a fényképek rendezése.
zsáknyi fényképünk volt. Ez olyan kb. 5000 fénykép, aminek a 80%-a a gyerekeim a különböző korában, aztán egy unoka sajnos, ma már az elektronikus fényképezéssel az ember a mobilján nincs annyi papír. De hát valami elképesztő jó nézni ezeket. Nekem felnőtt 3 gyerekem van, és 12 unokám, úgyhogy nagyon boldog a család, és most ez megint azt fogod mondani, vagy érezni, hogy ez ilyen kicsit túl patetikus, de ez a halhatatlanság. Nem, látom mindahogy a hallgatókon, akiknek tartok egy előadást, az én hülye, idétlen vicceimet mondják vissza a vizsgán, és akkor ez olyan jó dolog. Egyszer írtam egy ilyen könyvet, ami egy ilyen hülyeskedő immunológia volt. És szóval nem kell gyomorbeteg módon a tudományt képviselni. Tudomány gyönyörű, egy vidám, esztétikum. Hát azt egy oldott és könnyed ember tudja képviselni így. Tehát nem minden szoktársadra jellemző szerintem ez a fajta. Mert még nem találták, mindenki tehetséges, mindenkinek van, csak lehet, hogy amiben ő tehetséges lenne, az 300 év múlva fogják felfedezni. Hát ha Lionel Messi 200 évvel ezelőtt születik, akkor alig, ha nem ismeri a világ. Igen. Most pedig a világ egyik legismertebb embere. Gabin, azt jól gondolom, hogy te nagyon könnyen meghatott. Jaj, nagyon. Igen. Nézlek a tébe, és sokszor az az érzésem, hogy egy mikromillinyi választ el attól, hogy elsírd magad. Hát nem, hát én nagyon sokszor elsírom magam, és a legkülönfélebb dolgokon, de én ezt hagyom is így végig, tehát most is simán. Simán. Tehát, hogy én ezt így hagyom végig. Meghatottál? Nagyon. Melyik résznél? Hát ahogy beszél ezek, tehát a halhatatlanságnál végem volt, tehát ott. Igen. Meghatódok, igen. Az jó dolog, szerinted? Hát, az egy tisztulás. Ez egy tisztulás. Tehát, ha valaki azon küzd, hogy ezt elnyomja, hát, de ó, hányszor volt olyan, képzeld el, hogy egy adásban leállították a felvételt. Azért, mert nekem kijött 2 könycsepp, és akkor nem értettem, hogy most miért állunk le, hát ott ül velem szembe egy ember, aki hasonló módon benne van egy történetben, Jézus Mária, hát akkor most mi történik, hogy kijön egy műsorvezetőnek a könnye? Attól én még beszélni tudok, hát legfeljebb elindul az orrom, egyébként mindig van nálam zsebkendő, mindig oda készítem, mert én tudom, hogy nekem bárhol, bármikor van egy ilyenem. De én nagyon szeretek például sírva nevetni, mint ahogy egyébként most is, ha ezt az ívet végig tudom vinni, akkor ott valami megszületik, akkor az egy jó dolog. De hát ezt most már nagyon kevés műfajba tudod megcsinálni, igen. De hát akkor történt valami ott. Egy rövid időre legalább. Meg ez én úgy gondolom, hogy a hitelesség egyik ismérve is. Egy televíziós személyiség esetleg. Hát figyelj, ez nem televízió kérdés, ez szerintem ez emberi kérdés, hogy te hagyod-e magad, vagy jó, nem ember, hagyod jó, magad. Jó, emberi vagy... kérdés esetén így van, szerintem... de az nem elválasztható egy televíziós személyiség esetén, hogy milyen ember. Tehát, hogy a hitelesség. De elválasztható. Ember. Elválasztható? Elválasztható. Szerinted egy rossz jellemű, gőgös... Kiválóan funkcionálnak. Ebben a műfajban? Amikor meg kell nyitni embereket? Egy darabig még ebbe is szoktak. Én nem a tetszelgés részéről beszélek, tehát a showmesteri attribútumokról, hanem amikor beszélgetni kell. Nem, oda kell alázat, egy ponton túl kell alázat. De empátia. Nagyon sokan gondolják azt egyébként, hogy nagyon sok olyan ember, nagyon sok olyan, hát te is pontosan tudod, hogy van, igenis azért a többség az, hogy milyen ember, és hogy mit csinál a képernyőn, az két nagyon elválasztható. Nagyon sokszor van olyan művészportré, hát neked mondjam, aki szintén rengeteg művészemberrel beszélget, és direkt kihangsúlyozom a művészt, mert ők nagyon hívak arra, hogy mi látszódik rajtuk. Ez egy nagyon érdekes és ambivalens érzés, hogy mit akarok magamról mutatni, és mi van belül, mennyi fájdalom. És nagyon sokszor van olyan, hogy a saját önhazugságuk miatt lesznek érdektelenek. Pedig sokkal izgalmasabbak ők egyébként, csak egyszerűen olyan mértékben nem engedi magát megmutatni, annyira legenda akar maradni, vagy nem tudom ezt neked máshogy, hogy már szegényen nem tudok segíteni. Így van. Nem tudom belőle kihozni a civil embert. Az jutott eszembe, amikor hallgattuk András, hogy ilyen átéléssel és ilyen szenvedéllyel beszél valamiről, hogy irgalmatlan mennyiségű interjút és műsort vezettél, láttál, hallottál történeteket, hogy az ember
ezt, akár csak egységnyi ideig is, nem kezdi el unni? Tud így beszélni róla a saját mesterségéről? Nem? Telítődik egy idő után? Nem, hát dehogy is, hát holnap után te egész más állapotban vagy, mint tegnap előtt voltál. Egy dologban azért egyetértek Endrével, én nagyon tudom unni magamat. Magadat? Vagy amit csinálsz? Magadat. Magamat. A mondataimat, a szó összetételeimet unom. Tehát ezért van az, hogy most ami a szakmát illeti, nem szabad úgy elmenni egy előadást megtartani, még akkor is, ha ez álmodba felébresztve szakmailag, hogy arra nem készülsz. Annál a hallgató nem veszi észre, mert ott vannak a poénok, ebbe is vannak poénok, ívek, vannak fokozások egy előadásban. Apám már megint ezt a hülyeséget, megint ilyen hangon mondod, szégyeld magad, és én nagyon tudom szégyelni magamat. Magadra is szólsz ilyen? Igen, persze. Megpróbálom ezt elkerülni. Szóval ugyanazokat a rutinokat itt most a mi beszélgetésünkben is mondtam legalább két olyan dolgot, hogy már több helyen elmondtam, és én ezt nekem szégyellem. Azok az ön névjegyei, tehát hogy mondjam, ezek a toposzok. Jó, de én magammal vagyok legtöbbet együtt. Ezzel mindannyian így vagyunk. Így van. És unalmas is tudok menni. Tehát én ezért... Az az érdekes inkább, amit az Endre kérdez, mert magunkat, hogy mikor unjuk, ez is egy érdekes kérdés. Szerintem leginkább a társunk un minket egyébként. Na jó, hát... De erről mert az óhatatlan, mert az én magamat szórakoztatóbbnak érzem, mint ahogy egyébként a mellettem lévő gondolom, hogy lát engem. De Gabi, te például magadon észrevennéd azt, hogy kaptad magad azon, hogy paneleket húztál elő? Persze. Ajjaj, hát nekem is vannak olyan napjaim, hogy persze, szégyenkezek is néha emiatt. Hát figyelj, a nagy számok törvény alapján, tehát ha én most akkor lenne ez... nagy baj, mondom én a mentségemet, hogyha nem napi műsort készítenék. Mondom máshogy, akkor kicsit gonoszul. A ridikülnél észrevetted te magadon azt, hogy ez tömegtermelés, és most már... Borzasztó, persze. Meg amikor nem tudom megújítani. A legnagyobb bajom mindig abból van, hogy nem engedik megújítani. Nekem ez egy áldás küzdelmem, hogy nem engednek kísérletezni. Semmelyik műsorban nem engednek kísérletezni. Amit egyszer kitaláltunk. Ha 6 szék van, 6 szék van, 6 vendég van, 6 vendég van, 3 perc van, 3 perc van. És az Úristennek nem engedik, hogy mi lenne, ha egyszer kipróbálnánk, hogy csak 2 van. Vagy ha az egyik érdekesebb, mint a másik 4, akkor mi lenne, ha eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy ma kidobjuk ezt, 20 percig beszélgetek valakit, és utána jön 3 másik. Tehát nem mindig vagy főszereplő, vagy hogy rezonőr vagy. De te nem vagy az a típus, aki ilyenkor a te múltaddal odamész egy főszerkesztőhöz, és azt mondod, hogy én ezt így gondolom, és nem vagyok benne biztos, hogy te jobban soha tudod, mint én. Soha nem volt még jó eredmény annak. Soha nem volt jó eredmény? Nem, hát vezettem én tovább a ridikült. De akkor te szóvá tettél dolgokat? Többször tettem szóvá, nagyon finoman. Tehát én nem balhéztam. És az nem baj, hogy nem balhéztál? Ha balhéztam volna, még hamarabb lett volna vége. De és hát ezért nem balhéztál? Azért, mert nem szeretem magam balhézni, látni, meg mert nem szeretem kierőszakolni a dolgokat. Én még nem az, amit én kierőszakoltam, azt mindig megette a fene utána, mert nem akarásnak nyögése vége, ahogy a nagymamám mondta. Tehát, ha én egymagam akarom, ugye? Nem akarásnak nyögése vége. Ha én akarom csak, de ti nem akarjátok, akkor mi nem leszünk egyek. Ez az egyik. A másik, mondok egy csúnyát. Nem elfogadott, hogy egy női műsorvezető tartalmi kérdésekben meghatározó legyen. Itt fontos hangsúly van a nőin? Is. De szerintem a férfiaknak könnyebb dolga van? Szerintem igen. Ha ezt kérdezed, igen. És nőnek lenni a mi szakmánkban, kimondom, nem könnyű. Ugyanakkor van egy előnye is szerintem. Sok előnye. Na mondjál 3-at például, és akkor jobb, ha te szádból hitelesebb lesz, mint ha én találgatnék. Kedvesebben, kacérabban, és néha a női
feltételezett csacskaság és szétszórtság mögé bújva sok mindent mégis el tudsz juttatni oda, ahova el akarsz, holott sokkal könnyebb lenne egy mondattal valóban azt mondani, amit gondolok, de ha ezeket az eszközöket használom, akkor talán majd valaki elmondja, mint saját gondolatot, és akkor ha nekem az is jó, ha odáig eljut. Tudok titkot. Én nem mondom el, de elmondom annak, aki majd elmondja, mint saját gondolat, és akkor el fog jutni oda. Tudok titkot tartani, bennünk megbízhatsz. Ezzel ti vagy te, női műsorvezetőként, riporterként éltek is időnként? Szerintem hülye, aki nem. Hülye, aki nem? Szerintem hülye, aki nem. Kell hozzá partner, tehát az a jó játék, ha túloldalon ezt észreveszik, és tudják is használni. Szerintem elég példátlan módon egy ilyen nagy tudású, tudós ember milyen vallásos. És ennek a kettőnek az egységbe hozása azért szerintem nem lehet olyan nagyon egyszerű. Neked melyik nehezebb a tudományos létbe megtalálni azt a részt, ahova befér az Isten és a vallás, vagy inkább a vallásban megtalálni azokat a helyeket, ahol összepasszintható a tudomány? Én szerintem nincs szükség egyikre se. Tehát ez a két dolog másról szól, teljesen másról szól. Hogy egy nagy embert idézzek, Albert Einsteint. Ő azt mondta, hogy a tudomány kérdése a hogyan, a vallás vagy a Isten hit kérdése a miért. A hit annak nem kellenek bizonyítékok. A tudomány reprodukátor, és én most a természettudományra gondolok, amiben én inkább érdekelt vagyok, bár engem történel meg a irodalom és a művészet történet. De egy tudós bármit elhisz bizonyíték nélkül? Nem kell bizonyíték, hanem bizonyosság kell. Mi a különbség? Az a különbség, hogy a bizonyíték az tudományos, az adott kor eszközrendszerével, logikájával megért, alátámasztott, esetleg reprodukálható narratívát jelent. A hithez olyan bizonyosság kell, aminek nincs szüksége bizonyítékokra. Abban van egy bizonyosság, hogy van egy remélt vízió, ami vonzó. Ez nem olyan, mint az éjjeli menedékben helyben van, amikor megkérdezi a fiatal az öreget, hogy igen, van-e nem, is, nem? Mondjuk el, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Emlékem van, a Pécsi Sándor játszotta Lukát, Suszti és Péter. Ugye ő egy nagyon okos ember. Pécsi Sándort én nagyon szerettem, szüleim hívták fel a figyelmet rá, és ő a Luka, és megkérdezik az okos Lukától, hogy mond, Luka, van-e Isten? És akkor azt mondja, hogy hiszel benne van, ha nem hiszel benne, nincs. Szóval nem erről van szó? Nem erről van szó. Ez egy gyönyörű, okos, kedves bombot tulajdonképpen, nagyon jó szöveg. De Isten akkor is van, hogyha én nem hiszek benne. Ez egy ontológiai, ez egy lételméleti kérdés. Én bizonyos vagyok benne. Olyan reményt adó víziók jelennek meg előttem, amiben jobb élni. Te jobban élsz azóta, mióta, vagy máshogy élsz nagyon, amióta ugye felnőtt emberként te kvázi vallásos lettél? Tehát más minőségű az életed? Nem, ez egy hosszú folyamat, tehát nem, ez egy minden nap kezdődő hosszú folyamat, pontosabban szóval más lett az életem. Mondasz egy példát, hogy az a Falus András egy bizonyos szituációban milyen volt, és most milyen? Csak hogy érezzük. Arra a kérdésre most válaszolok másodszor, hogy nem válaszoltam, amit pont te, nagyon jó volt a kérdés. Én nem érzem azt, hogy én úgy érzem, hogy minden ajándék. Minden ajándék. A rossz is. Hogyha elfogadtam a jót, ugyanettől az Istentől, akkor el kell fogadnom a rosszat is. Tehát én úgy gondolom, hogy én sem... Szóval, én általában nem használom a nevem bemutatkozásokon, hogy doktor. És akkor mondják, hogy maga megdolgozott ezért. Nem igaz. A helyzetemet kaptam,
a szüleimet kaptam, a szüleim elvárását, igényszintjét, kulturáltságát, és a motivációt is kaptam. Bocsánat, a fenekemet is, ahol végig tudtam ülni, és meg tudtam tanulni dolgokat. Mindent kaptam. Semmit nem kiérdem. Szóval a Biblia azt mondja, hogy ne dicsekedj. Minden ajándék. Ne dicsekedj. És én nekem, amióta ezt beláttam, hogy, és ehhez nekem nem bizonyíték kell, az egy más szféra. Mondd meg, vagy mondjátok meg, hogy a szeretetet hogy lehet másképpen definiálni. És most nem az anyai ösztönről, meg a szüleim iránti érzelmeimről, nem az érdekeimről van szó. Mi az, hogy szeretet? Ezt nem lehet materialista, materiális alapon magyarázni. Fel kell mérni azt a perspektívát, amit az Isten ajánl neked, és csak neked, és neveden szólítva. Ugye te református hitű igen, vagy. Azon gondolkodtam. Nem keresztény hitű keresztény. Vagyok, a zsidó háttérrel együtt, amit én vállalok. Tehát a kettő együtt egy egész. Nem, persze. Nekem szóval az jutott nekem eszembe, aztán nem menjünk ennek persze annyira mély rétegevé, de azért kíváncsi vagyok, hogy egy biológus az vajon hogy magyarázza el mondjuk az unokájának a teremtés történetet? A Biblia alapján, vagy Darwin alapján? Mind a kettő alapján. A kettő összefésülhető? A kettő összefésülhető. Mi nem fogadjuk el, hogy az Isten a törvényeket is megteremtette, a gravitációt, a tömegvonzást, amiről most már tudjuk, hogy a gravitáció nem olyan, amilyen, mert gravitációs hullám, és így tovább. Miért kell nekem olyant a tudásom, a tudományom jelenlegi állapota, mert mit tudok én, amit megtanultam tankönyvekből, hallottam okos, nálam sokkal okosabb emberektől, van egy határa, én nem tudom, ősrobbanás. Mi volt az ősrobbanás előtti tört másodpercben? Nem tudom. A darwini elmélet az élet keletkezéséről semmit nem mond. Ez egy óriási tévedés. Azt mondja, hogy amikor egyszer létrejött, akkor a előbb említett véletlen és nem véletlen dolgok miatt kialakult az a gyönyörű heterogenitás, az a sokféleség, ami a földi életben kialakult. Az unokáimnak kérdésre válaszolva azt mondom, hogy van a teremtés művelete, mozzanata, nem tudom. Vannak fogalmak, amik racionalitással, tudománnyal, bármilyen tudománnyal, bölcsészetre is gondolok, társadalomtudományokra, nem megfogható. És ezt szét kell választani, különben beleőrülsz. Gabi, gondoltam, ha már így beszélgetünk, én még nem hallottalak erről különösebben megnyilvánul, hogy neked ehhez a kérdéskörhöz milyen a viszonyod? Te vallásos vagy? Te vagy az első ember, aki megkérdezte eddig a pályám során ezt. Én két dologról, több dologról, de ez nagyon több dologról nem szeretek beszélni. Több okból, ezt el fogom mondani, hogy hívő ember vagyok, református vagyok, és amikor újságíróként elkezdtem dolgozni, akkor azt tudtam, hogy én soha nem fogok ezzel élni. Miért nem? Ez egy kinyilatkoztatás, amely onnantól kezdve eszközként használható. Én nem szeretném, hogyha az én bármilyen véleményem, hozzáállásom mögött a hitem, vagy a hívő lelkem refogna bárki bármit. Nem tudom, hogy ezt érted-e. Abszolút értem. És én ezért ezt nagyon-nagyon-nagyon szemérmesen kezelem, és soha nem veszek fel olyan szimbólumot, pedig otthon van, amit szívesen fölvennék, de egyszerűen foglalkozásom
nál fogva nem veszem fel, mert csak és kizárólag az szóljon, amit mondok. És ez nem, egy kereszt? Jól értem? Akár egy kereszt, akár egy Mária porcelán medál, amit a nagymamámtól kaptam. Akár egy Dávid csillag. Akár egy Dávid csillag. Tehát hogy semmi olyat, ami engem be tud préselni valamibe, és semmilyen csoporthoz nem szeretném, ha oda mosnának, és oda passzíroznának. Elég az, hogy nő vagy, ez untig elég, mert hidd el, már ezzel is vannak elő tagok, és mondom, én nem, tehát én fontosnak találom ma már elmondani ezeket. Tehát én nagyon vigyázok arra, és szinte itt mondom el először, hogy egy hívő ember vagyok. A hívő alatt azt érted, hogy eleven a párbeszéded mondjuk a Jóistennel? Igen, van egy párbeszédem a Jóistennel, és nagyon, nagyon érdekes volt, mert például a férjemnek is, tehát a gyerekeim apjának is szintén, aki viszont valóban vallásos, tehát ő ráadásul vallásosan is neveltek. Most Máté Gáborról a Gábor beszélünk? Például, igen, tehát ő sokáig minisztrált és mindencsre. És egyszer csak mi mind a ketten úgy döntöttünk, hogy mi ezeket a ránk kényszerített szokásokat nem visszük tovább. És a gyerekeinknél például mind a két gyerekünk meg van keresztelve, de onnantól kezdve teljesen szabadon kezeltük azt, hogy ők ebből mennyit vesznek föl a hétköznapi életükben, és mennyit nem. Én tudom, hogy ezzel járnak kötelezettségek is, de én alapvetően ezt én nagyon személyes ügyként kezelem, hogy így mondjam az én viszonyomat az én Istenemmel. Mi ketten vagyunk ebben a körben csak. És nem is kell közvetítő. És nem is kell hozzá közvetítő, sőt, bár figyelemmel kísérek most például olyan fiatalokat, akik szomorúan veszem tudomásul, hogy egyszer csak a YouTube csatornáról lekerülnek, de hogy... A hodászatjáról beszélek. De valóban én ezt nagyon személyesen kezelem, és nem is szeretném, hogyha ezzel bárki élne. Viszont a Béla angyalai kapcsán, ami nekem az egyik kedvenc műsorom volt, ugye ez hárman készítettétek, már hárman voltatok a mikrofon mögött. Igen. Te, Szili Nóra és Vince Kinga, illetve Doszpot Béla volt ennek a szerkesztője. Azért szerintem három csajt, fiatal, tehetséges csajt összeengedni, nem nagyon fogjátok nekem bebizonyítani, hogy mondjuk az első időszakban az nem járt valami fajta ego méregetéssel. Borzasztó nagy szenvedések voltak. Szenvedések? Szenvedés is volt abban, igen. Mire ott a három nő megmérkőzött egymással egy ilyen tyúkketrecbe, az szörnyű fájdalmas volt, és mondok neked egy érdekeset, a Bélának később eszébe jutott, hogy mi ezt készítsük el, egy pilotot is készítettünk ebből, hogy legyen ebből egy televízió műsor. Én már, ez 5-6 évvel később volt, amikor én már főműsor időben a TV2-n vetélkedőt vezettem. És én tudtam, hogy én már nem vagyok alkalmas. Nincs bennem annyi alázat, hogy ezt a küzdelmet még egyszer meg tudjam vívni a lányokkal. Hogy ne legyél egymagadban, hanem igen, osztoznom hogyan kelljen. Osztoznom kelljen ezen a pozíción. Egyrészt azért, mert dominánsabbnak éreztem magam, és ezt ezért elnézést kérek. Nem okosabbnak, nem jobbnak, és nem tehetséges. Dominánsnak éreztem mint magam. Mint a másik kettő? Mint a másik kettő. És abból csak vesztesen kerülhetek ki. Tehát ha én ott ezt elengedem, akkor én leuralom ezt a műsort, és ha én ezt leuralom, én el is vesztettem ezt a műsort. Tehát akkor szabad egy ilyenbe belemenni, hogyha te partnerként tudsz. Mi akkor azért tudtuk ezt ilyen jól megcsinálni, mert mindannyian kezdőriporterek voltunk, vagy legalábbis a pályánk elején voltunk. Mindenkinek volt egy víziója arról, hogy ő mit akar csinálni, és ez egy út volt, ahol mindenki abban a helyzetben, abban a ketrecben az adott képességei alapján megvívta magát. Később ez már nem lehetséges. Emberileg ti jó viszonyban maradtatok? Ma már igen. Sose voltunk rosszba, ezt szeretném hozzátenni. De nagy barátnők se voltatok. De a Nórával nagyon sokáig privát emberként is jobban voltunk, és a Kingával is. Tehát mi is kísértük egymás életét utána még egy darabig, de annyira úgy látszik mégsem, hogy ma már olyan 5-10 évente találkozunk, és borzasztóan szeretjük egymást, amikor találkozunk, mert tudjuk, ott voltunk a másik gyerekének születésénél, én a Nóra gyerekeivel együtt síelek 25 éve azóta is, a volt férje, a barátom, tehát az életünk több ponton összefonódik, de nem hívjuk fel egymást, ha ezt kérdezed szakmai kérdésekben. De követitek, gondolom, de nagyon szorosan egymást. A másik igen, pályáját. Igen, igen, van egy szolidáris érzés egymással szemben, így ezt tudom neked mondani. És egy korszak, amit együtt éltünk meg,
és a soha nem kitörölhető jó élmény. Hát szerintem a valahol volt egyik legjobb magyar interjú műsor volt a Magyar Egyetlen történetében. András, végezetül egy merénylettel készültem ellen, aztán legfeljebb azt fogod mondani, hogy ezt nem vállalod. Jaj. Én úgy értesültem, hogy te nagy kedvel mesélsz az unokáidnak, ha te nem is tudsz velük személyes kontaktusba kerülni, mert mondjuk külföldön vagy, akkor följátszod ezt a mesét, tényleg? És ezt a feleséged lejátsza. Jók az információim? Igen. Arra gondoltam, hogy így végezettül, és ezt a kapásból mondod, tehát mindig kitalálod, tehát nem olvasol, lenne kedved egy ilyen, akár erre reflektálva, ami itt elhangzott. Egy ilyen másfél-két perces mesét rögtönözni nekünk. Hú, de nehéz, amit kérsz. Na jó. Te akartad. Egyszer volt, hol nem volt egy kutya, aki egy vizsla kutya volt, nagy lógó fülekkel, barna volt, ugye ő egy magyar vizsla volt, akit a gazdája, amikor ő megszületett, nem akart megtartani, és azt tette, ismerte a szomszédot, hogy egy nejlonzacskóba a kis kéthetes kiskutyát beletette, és bedobta a szomszéd udvarába, remélve azt, hogy az megtalálja, fölneveli, enni ad, inni ad neki. A szomszéd nem volt otthon, amikor ez a csúfság történt, de aztán hamar megtalálta a kis vinyogó, éhes, szomjas kiskutyát, ölbevette, és elkezdett neki mesélni arról, hogy a kutyaországban a kutyák királya úgy született meg, hogy valaki nem akarta őt, átdobta egy szomszédja udvarába, és ez a kiskutya hihetetlen boldogan fogadott mindent el, ennivalót, innivalót, simogatást, melegfészket, és ettől ő nagyon-nagyon jó kiskutya lett, engedelmes, követte a gazdáját, mindent megtett, amit a gazdája kért tőle, és így lett lassan ő a kutya országban a leghíresebb kutya, akit a többi kutya királyjá választott. Ezt hallva a történetünk kiskutyája azt mondta, hogy ha neki, ha ő is ilyen jó lesz, akkor ő is király lesz. Mire a gazda, aki megkapta, zavartan válaszolt, és azt mondta, hogy ezt én nem tudom neked megmondani, mert az egy történet, ez meg a valóság, itt vagy velem, próbáljuk ki azt, hogy milyen az, amikor te jó vagy, kedves vagy, nem csinálsz olyan dolgokat, amik nekem kellemetlenek, nem ugatsz egész éjjel. Jó, mondta a kiskutya, egy probléma van, hogy én rossz szeretnék lenni. Én rossz kiskutya szeretnék lenni, ugatni akarok, amikor akarok, oda akarok pisélni, ahova én akarok. Én nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljuk. Nem lehet-e enélkül is valaki király? Mire azt mondta a gazda, hogy de igen, csak találj ki egy történetet, ami így végződik, és akkor te is király leszel. Ennyi a mese. Isten! Hát, hogyha ezt, Endre, mondod nekem 10 perccel a műsor előtt, akkor ezt jobban átgondolom. Így is nagyon szép nagyon volt. Jakubcsek Gabriellát és Falus Andrást, tudóst, költőt, mesemondót látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Köszönjük.